mondok egy történetet, és akkor fogalmazom, mert a beavatással kapcsolatos, de érdekes a történet, hogy mi történt Mátyás király idejében a kenyérvezei csatában. A történelmi előzmény az, hogy tudjuk, hogy Mátyás korában érte el a történet, tehát kulturális szempontból a fénykutyát. Területileg is, de kulturálisan is. Hihetetlen magas művészet, asztrológia és ezoterika volt, ami nagy része eltűnt a Rákosiak idejében. Igen, ám, de Mátyás király megtámadták a törököt. És készülőben voltak az osztrákok, a tatárok, és Mátyás király egy nagyon kemény padhelyzetbe került. Volt négy kiváló hadvezére, arról van egy szobor Kolozsváron, amit Punár Gyuri, aki magyar, de most románnak adja magát, minden évre le akar zombolni. Az édesapja Punár Gyuri bácsi volt a magyar református temetőben, ő meg a magyarok ellenás, csak ennyit a magyar karváról. Na mindegy, a négy hadvezér, Kilizsipál, Zápolya János, Magyar Balázs és Bátor István. Ennyit tudunk róluk, és ős hadvezérek voltak, de nem tudjuk, hogy mi volt a háttérben. Nagyon érdekes dolog. Hát ugye elárasztotta a többszörös török túlerő Mátyás által vezetett országot, hogy már Kinizsi, Zápolya és Magyar Balázs kifulladt. Egy tartalék hadsereg, amelyet negyedik Bátori István vezetett. Ezt nevezték a fekete hadseregnek. Ez nyírségi cigányokból áll. Zárójelbe a nyírségi és erdélyi cigányaink először Attilával jöttek be, mint fekete húrok, a mestere mondja, és utána Árpádékkal, mint Abalán nemzetsége, Abasábolya nemzetsége. Ennyit a cigányok eredetéről. De majd elmondom, hogy kik ők. Tehát azért mondom, nem kell haragudni rájuk. És tehát ez a nyírségi cigányokból álló, azért is nevezték fekete hadsereg, de kis számú hadsereg volt, és még volt egy tartalék 8. Huzapálinál az Úzvölgyben, egy úsz csapat, egy még kisebb számú, 700 emberből álló úsz csapat, aki ritussal nagyon érdekes segítséget adott a kenyérmezőn. Megtudta, hogy veszélyben az ország az hős úsznő Csillei Borbála. Volt neki egy férje, Csillei Márton, és három gyereke. A férje egy ilyen asztrológiát, könyveket bújó ember volt, és nem volt hajlandó beállni az úzok élére. Csillei Borbála felment az úzokhoz, nem lakott a székelyek, és azt mondta, hogy le kell jönni Mátyás megsegíteni, mert az ország tönkre megy, elárassza a török. És akkor az úz beavatotta, kozmikus kultúrát őrző népecske fölsorakozott. Elől jött a 100 úz nő színes népviseletbe, táncolva. Egyébként a honfoglalók egy része táncolva jött át a Kárpátok tapasvezérrel, ezt is elmondom, hogy miért táncoltak. Azért, mert úgy könnyebben a csakrájuk bepördült, és jobban bírták a gyaloglást, erről ennyit. A kozmikus transformátor jobban működött. Tehát az feláll az úsz csapat, Csillei Borbála a székely asszony felöltözik férfinak, hosszú fekete hajjal. A 100 úsz nő a gyönyörű színes öltözetben, utána az úsz regősök, tehát az ősi hangszerekkel, és utána a legények, a férfiak, és Uzapáni a táros vezető, tehát a szakrális király. És megegyeznek, hogy találkoznak Bátori Istvánnal, október 26-án kellett volna a csapatokat bevetni Kinizsi megsegítésére a kenyérmezei csatába. Október 26-ai nap. Most miért mondom a napot? Mert ők tudták a kozmikus erőknek a szerepét is, hogy mikor alkalmasabb a nap a csatára, és mikor nem. És október 25-én találkozik a úsz csapat Csillei Borbála vezetésére a 4. Bátori Istvánnal. Tehát akkor meglátta az úsz hölgyeket erről a kemény sisakkal, meg kardokkal felvértezett fekete hadsereg ura, nem tudta, hogy most kacagjon, vagy mit csináljon. És akkor meglátta, hogy fehér nép vezeti, akkor úgy mondták, hát az, hogy az Óisten azt mondják, magát miszél hozta, hát azt, hogy jöttem a hazát megvédeni. Hát ez ilyen humoros is volt, de ilyenkor mondja a mesterem, ott van a szellemi hierarchia, még a szűzanya is, ha szent célér van, olyan erőket mozgatnak. A nemzetőr szelleme és a fehér testvériség a csatába. És aztán elmondom az egri várat, mert hasonló.
Csak majd szünet után. Így az, hogy megérkeznek az úzók, és üzen Mátyás, hogy október 26-án be kell vetni a fekete hadsereget, mert Kinizsi már nem bírja. Ekkor viszont az asztrológiával és kozmikus összefüggésekkel foglalkozó negyedik pártori azt mondja, 26, mert 8 a karmával van, tehát Szaturnuszi nap, értik? Elveszítjük a csatát. De október 27-én 7 meg 2, 9 a Mars napja, a hadúr, a hit az akarat, mert akkor a kozmoszból ezek az erők áramlanak, amik ezt a fajta magatartást segítik. Kezdik érteni a kozmikus összefüggéseket? Én azt mondja, október 27-én pont 9-kor Mars órájába bevetem a hadsereget, addig bírja Kinizsi. És azt mondja a csata előtt negyedik bátor, de meg is nyerem a csatát, délbe 12-kor a törököktől elvettem a sok aranyat, és épített két templomot Nyilvátorba. Az egyiket a nép tiszteletére, hogy velem nőtt a csatába, és a másikat a családnak. Most is megvan a két nyilvátori templom, ő építette. És beáll mögéjük Csillei Borbála is, és 9 óra előtt, mielőtt bevetnék a csapatot, 7-kor az úznők neki fognak táncolni. A legősökkel. 9-kor felmutat Báthori, mert úgy kezdődött akkor a csata, nem hátul ment, hogy le volt szúrva a kas, mikor felmutatott, akkor olyan energiákat mozgatott meg Csillei Borbála, ezt a mesterem, nem értették, hogy hogy nyerte meg a fekete, tehát a többszörös, hogy nem kellett harcolni, nem tudom, hogy érti? A török harcképteleléken Csillei Borbála a rítussal, mert ez a tánc egy rítusról, egy esőhozó rítust csinált, ez benne van a régi szakrális irodalomban, a Erdély könyvben is benne van, amikor a tártos hatalmas vihart küld az ellenségre. Jézus is tudta ezt. Ez az úgynevezett ceremoniális mágia. Ez a ceremoniális mágia, amikor rítussal az éghajlatot tudja befolyásolni. Olyan fekete felhők keletkeztek, és olyan villámlással zápolt, török vallásos. És ilyenkor hát az örökségünkben is leírja a vasal, mert még a békák is üldöztek meg a különböző csúszómászok a levegőben, hogy a törökök, kérem, megfutamodtak a kehérmezőn. Vérveszteség nélkül, kérem szépen, de akkor azt mondta Bátor, hogy az ígéretemet betartom. A viharba utána a legénységgel lebénultak a kozmikus jelenségtől, és az aranyagat minden szedték. Fölépítette a templomot, és egy hatalmas nagy ünnepség volt. Na most ezt jelentett egy ősi kis beavatott népnél a rítus, hogy vérmentesen meg lehetett nyerni egy csatát. Nagyon kevesen tudták ezt. Na de most ilyenkor lehívja a magasabb erőket, de mivel a magyar impulzusnál, a karma oldásnál, mert van egy karma oldás a hierarchiában egyéni szinten, valaki karma oldást nem kaphat Tibetbe, mert hallottam Magyarországon a lámáknál, csak a szűzanyától. És azt jobbá hagyja a nemzet őrszelleme, ez az a felső Attila ez, és a három mester, aki a magyar sorsokért felelős. Szent Zserben mester, Elmória mester és Nava mesternő. Ilyen névre hallgatnak a hierarchia. Érdik, miről van szó, de ez egy kozmikus hierarchia, de minden nemzetnek van felelőse. Na most ugyanezek felelnek a románokért is, ezt elmondom. Csak ezt az emberek nem tudják. Ilyenkor, mivel egy igazságos dologról volt szó, tehát erről beszél hangról, hangos, hogy szakrális harcos vagy szent harcos. Tehát az ölés mindig tilos. De mivel egy kozmikus kultúra megvédéséről volt szó, ők nem is akartak ölni. Mert nem is öltek végül, mert a török elment magától. És elvették a izét. Most ezt a mai történészek vagy mi nem értik meg. Ugyanezt történt egyébként az Egri vár védelménél is, amikor a ezerszeres túlerővel dobó kapitány néhány emberével megvédte az Egri várat. Ugyanezt történt. Dobó kapitány 10 napig éjjel-nappal a karddal harcolt az Egri vár szélén. Bornemissza Gergellyel meg néhányjal. Ott volt a nemzet őrszellem, és adta az impulzusokat, hogy mit csináljam és a szűzanya. És a nők imádkoztak a háttérben.
Na most ugyanez az esemény ismétlődött meg a román forradalomban, Erdélyben, Görgény Üvegcsülön, egy kis faluba, ezt el kell mondjam. Kitört a román forradalom, és az égvilágon senki nem tudta, hogy mi történik 90-ben. És Görgény Üvegcsűr az egy olyan kis magyar falu, amit román falvak vesznek körül, és akkor volt egy kis román magyar a Görgény völgye, ugye fölbomlott és verekedés. És akkor kitört a forradalom, tartott a katolikus plébános, a János atya, hogy megtámadják Görgény Üvegcsűrt a környező falu, és készültek is rá, tudta. És akkor az atya, azt mondja, szűzanya adta az impulzus, nekem meséltem. János atya, egy kemény barna férfi, azt mondja a haragudnak, kondítsd meg a harangot, volt egy jel a vészharang. Fél óra múlva ott volt az összes férfi a faluból, csendben, némán, fegyelmezetten. Azt mondja, figyeljetek ide, egy óra alatt az összes férfi itt van. Fáklyákkal, mert elvették a románok a villantást, szétözte, körülálljátok a falvakat, a lovakat elő, ást ki a csatazászlót, a nemzeti színű és Görgény Szent Imre arkaikus címere el volt ásva a templomban, kivette, a pap ledobta a reverendát, felült a lóra elő, körülbástyázzuk a fajunk, két óra alatt kenyér legyen, az egészségi csapat működjön, és a terhes anyák a templomban legyenek, és a Mária csapat Máriához imádkozik. Olyan erőt működtek, mondta az atya, hogy el is indultak a jó szalavesztrúdira. És ezek csak imádkoztak, és a fáklyákkal mereven álltak. A falu előtt megtorpantak, és elmentek. Nem volt verekedés. Ezt egy hétig csinálták, hogy nagyon jól támadják a falut. Folytassuk a beavatásról. Az úszvölgyében, mikor felmentem, a háziasszonyom Csilla Magdolna azt mondja nekem, ez egy háromgyerekes fiatal úszszármazású hölgy, pásztorkodásból élnek, és a férje tapága, hogy az édesapám Csilla Gárpi bácsi Jézustól kapott tanításokat, aki Jehunak nevezte magát, mondja, hogy eredeti neve Jehu volt, de Jézus, és egy kicsi füzetbe is leírta, négy osztályos a bácsi. És ideadta nekem a füzetet, nagyon érdekes, hogy pont nekem addig senkinek nem mutatta meg. Szólt ott mindenről, szólt a 20. század vagy 21. század küszöbön lévő katasztrófákról, vízöntőkorról, ilyen mondások, hogy sokan jönnek a nevemben a szektákra vonatkozik, sokan voltak, választottak, de kevesen maradnak, és a beavatás. Hát nem tudtam, hogy mi a beavatás, de tudom, hogy a... Leírtam és megjegyeztem a következő mondatot. Beavatás a kozmikus energiák harmonikus működését jelenti, ez pedig csak a tiszta természetben, a géniuszok helyén érhető el. Ez az idők kezdete óta ősszabály. A beavatáshoz csak a tiszta természetben élő népek állnak közel. Energiatranszformátorok, ez azt jelenti, hogy kozmikus energiák, gyógyító energiák közvetít. Kő, ásvány. De ezeken a helyeken, ahol nincs ipar és technika, növényzet, energiatranszformátor, víz, forrás, színes ásvány, minden sok van a Erdélyben színes, erről mindjárt beszélek, hogy mik a színes ásvány, hiszen. Mopetta, görögök, vagy a székek azt mondják, büdös gödör, vagy őslyuk, hogy mit működnek az őslyukokban. Beavatás feltételei jelen időben, ez 68-ban indulott. Lelki megtisztulás, minden anyagi kötőerőtől való mentesség. Pénz, civilizációs ártalmak, technika, műanyag veszett. Gyakorlatok, erőtranszformáció, gyakorlatok, jóga, tánc, természetjárás, fűzés, zarándoklat, Jézus víztől és szemszellemtől tisztultok meg. Kozmikus energiák kezelése, tiszta spirituális erők megkülönböztetve az asztrál erőktől, 9 típusú erőt. Egyébként gyakorlatilag ez van a Saint-Germain kézilatában is. Na most, ez Saint-Germain is leírja, hogy ő hogy jutott a beavatáshoz. Úgy, hogy amikor megundorodott a francia dologtól, ami még hiába nevezték őt rózsakeresztes mesternek, még korán sem volt az. De ez azt tartott, tehát tényleg sok előadást tartott, és ezért nevezték mesternek, de még ott volt is Steiner az asztrál próbánál, a tűzpróbánál. És ugye kitört a francia forradalom, és őnek jónét el kellett jönnie, hát hova menekült, mint Erdélybe, a hegyekbe. Azt mondja, hogy 2-3 évig akkor még a tanítványait sem fogadta, tehát egy teljesen kiábrándult, csalódott, mindentől megundorodott, tehát azért a Versailles-ot nem volt
könnyű ott a sok budoárral, meg a sok intrikával, gondoljunk bele egy ilyen francia udvar, meg a kokettekkel. Járni kezdtem a természetet. Vittálta nekem az ötlet, járta a természetet, tiszta egyedül, visszahúzódott és járta a természetet, nézte a forrásokat ott Erdélyben, és bejárta a természetet, és akkor találkozott az öreggel a barlangba. Az egy nagy tudásúzó öreg, egy sétak közben, két év után, amikor már megtisztult, és akkor az öreg elmagyarázta ezeket, hogy kő, hogy növényzet, hogy vízforrás. Na most a kövek Erdély területén volt 340 szakrális központ a pannon kultúrában, amik később Székely ősvár lett, jelenleg egy része szeretőre katolikus templom, más része várom, harmadik része semmi, tehát tönkretették az osztrákok. Most az ott lévő kövek, na most ezek mi az, hogy kozmikus, mert ezeket úgy nevezték, hogy Armisúra beavató helyek a pannon kultúrában, de még a hunok is így nevezték, és Árpádék is, és az Armisúrákról is beszélek, mert nem az, ami megjelent. Na most ezek dimenzió kapuja a Földnek, ami azt jelenti, hogy a Földet, mint bolygót, a többi bolygóval ilyen energiasávok kötik össze. Különböző színűek, hogy az napenergia, vagy Plutó, narancssárga energia, vagy Merkur, zöld energia. Most ezt egy látó látja, egy nem látó nem látja. És ezeken a helyeken a régiek tudták, hogy itt jönnek be a színes fénynyalábok. És a szabadkőműves, aki még nem politizált, ide csinálta a templomot, meg a házat, de meg az ősi parasztok is tudták ezt. Az ősi székelyek nem úgy akárhogyan építkeztek. De az Alföldön is volt, aki tudta. Na most, ezeken lévő kő várom, beissza a kozmikus fényerőt, mert az ásvány egy erőtranszformátor és egy szellemi principium, mert élőben minden szellemi, csak fokozatok vannak. És az ásványnak van egy, a kőnek egy olyan sajátossága, hogy az asztralrealitást transformálja, ha nincs túl sok, mert én azt most nem mondom önöknek, hogy a nem tudom én, az Európarkban lévő kő az gyógyító energiát sugároz. Tehát én ilyet nem értik, mire gondolok. Az ilyen helyen lévő kő, mert állandóan kapja a kozmikus energiát, tehát a negatív hatást állandóan tudja transzformálni, egyértelműen kicsit fizikailag. És ezek a gyógyító kövek, amire az ember, ha kifekszik, meggyógyul. De most ilyen gyógyító kő, a tavaly volt egy érdekes esetem a nyírbátori bátori szarkofág, amiről beszéltem, hogy Bátori Gábor volt este megmaradt. Egy hölgy, aki mindenféle ezoterikai dolgot végigjárt, egy fiatal anya, és fájt a derekasa, petefészkes, minden baja volt. Én egyszer mondtam, mert tudtam, hogy a nyírbátori templom ilyen kozmikus erőket sugároz, gyere el a Bátori István szarkofágjához. És a hölgy felhűrt a szarkofágra, és egy óra után eltűnt a derékpályása. Én éreztem az energiákat, hogy így van ott. Mert Nyírbátor egy ilyen hely Magyarországon. Tehát a nyírbátori két bátori templom. Csak a templomban jön be az energia, mert Bátori István ugye nem véletlenül két helyre építette. És érdekes, mind a két helyen, az egyik helyen vénuszi oldó harmonizáló energia jön fel, és a másik helyen jupiteri, amit a népnek, a közösségnek adott az a Jupiter, a jótevő, és amit a családnak, a karmaoldásra az a Vénusz, nem tudom, értik? Ezt így építette, és az megvan a két gyönyörű katolikus, nem, az egyik református és a másik katolikus. A másik a növényzet, gyógyító fa. Szent Zsermer lediktálta a gyógyítás, hogy a szakrális helyeken a fák, mint erőtranszformátorok, a betegségeknek a 40%-át, de főleg a moha Erdélyben, a tiszta helyeken kiveszik. Az egyik úznőnek súlyos tüdőgyulladása volt, minden baja volt, minden penicillin, meg minden nyavaját beszedett, tehát ilyen antibiotikumot, mondtam, üljön ki a mohára. Egy óra alatt levett fájdalmat minden. Ezt a druidák is tudták, és a kerták, de csak a tiszta helyen. A fenyőfa, a moha, a nagy fák. Faterápia, ne kitámaszkodni, de ott lenni, de nem 10 percet, hanem azért ott kell lenni, hogy annak hatása legyen. És az ősparkokat is a telekiek ezért építették, mert ezeket őrákán tudták. A virágoknak is ilyen hatása van. Víz! Ugye már ma már egyszer mondtam, hogy Jézus mondta, ez benne van a Bibliában, hogy víztől és szemszellemtől gyógyultok meg. Tehát a gyógyításoknál az esszérusok használták a vizet. A forrásvizet és a gyógyforrásokat.
Most Erdélyben több ezer gyógyforrás van, ami különböző színű, például az Uszmölgyében van plutóvíz, narancssárga, máshol van fehérkő, ezt úgy nevezik, hogy borvíz. Így bugyog, ha az ember egy kicsit érzékeny mellé áll, érzi, hogy jön az energia. Na most építettek is fürdőt az Adorján, fürdőt, az közel van, ahol vagyok, csak a szétrombolták most a háború után, most ott semmi nincs, de a víz megvan. De például a Gróf Adorján, tehát ez a Horthy korszak alatt, ott egy fürdőt csinált, az csak 4 évet tartott, és halottak támadtak fel meg nyomorékok, mert van mellette a következő egy mofetta, egy büdös gödör. Na most mi az? A fülből kijövő energia, ami az első 3 csakrát megmozgatja. Rengetegen szűrtek a büdös gödörtől. Csak a mai ember kikacagja, hogy a román parasztasszony, meg a székely parasztasszony beleáll a büdös, ők így nevezik, hogy büdös gödör. De jó, hogy víz? Nem, göz. Erdélyben sok van ilyen, hogy göz, jön ki a fülből. Ezt úgy nevezik, hogy büdös lyuk. Szaknyelven most mofetta, és általában a borvíz vagy ásványvizek mellett van. Hargita fürdőn van, akkor Tóriai Jókai is írt róla, Szent Annaktól környékén, még a jelenleg is így a gőzöktől, tehát ez geopatikus energia, így mozogok föl. És a régi székelyek, amikor meghűltek, vagy bajuk volt, vagy a menyecskének fájt a háta, ment a büdös lyukba, beállt. Eddig. És helyre, csak arra kell ügyelni, hogy az óroma bele nem ütsa, mert én is jön ki, mert a szulfur az alkémiába, ez is elmegy, tisztít. De nem azért, hogy megfulladjak vele, tehát az elemek megfulladjak tőle, ugye a kémtől. És ezt használták is, a székelyek a népfürdőket is felépítették, de aztán minden szét romboltak a kommunisták, nem is pénz se volt rá, meg mi. Most még szerencsére nem jött be az idegen tőke, mert Isten őrizze, hogy a holland fürdőt csináljon, és akkor a székely ember majd a saját ásványvizét ugye 100-szorosáron vegyen, tehát én az ilyentől, mert ők úgy gondolkoznak, és én mindig beszélek, és megyek a falvakba, jaj, mondom neki, hogy milyen jó lenne, hogy milyen jó, hogy Magyarországon jöttek a külföldi vállalkozók, és csináltak ezt, azt mondom, édes fiai. Hát mondom, ha őseitek több ezer éven keresztül a franciának és az angolnak nem adta el magát, és a töröknek, hát ne legyetek már ennyire hülyék, azt hiszitek, hogy a német, vagy a francia, vagy az amerikai tőke fog most ideget megváltani. Csinálkoznak, hogy miért nem jönnek az amerikaiak fürdőt építeni. És ez az értelmiségnél, a polgármestereknél is, amikor hallgatom a nagy RMDS gyűléseket. Privatizálni és vállalkozni. Úristen, hova jutott az emberiség? Most mi történik ilyenkor? Bejön az angol vagy francia, csinál egy nagy szállodát, egy kutat, és az ős gyógyvizet majd 100-szorosan eladja. És oda jön a világ szennye. Mert nem érdemli meg azt a helyet minden szennyes nyugati dáma. Nem olyan ugyanak, hogy ilyen kemény vagyok. Nem véletlenül született az a paraszt arra a helyre, és nem kell minden asztrális szennyet, kérem szépen, minden szennyes embert oda hozzani. Tehát az ember szennyes, mindjárt azok vagyunk. Nem mondjuk, hogy nem kell, hogy a Franciaországba született, vagy Amerikába, vagy Hollandiába, nem vagyok, nehogy félreértsék, neki ott van dolga, ezt kozmikusan tudom. Ott van dolga, az, hogyha ott nem tud, akkor üljön ott. Nem hiába van Mari néni, pontosan a nagyon egyszerű tehénpásztor vagy kecskepásztor, ő a borvízforrás mellett. 24 típusú ősvíz van, forrás, 24 éve nyomelem, mert földviszonylatban negyedulálos, ott is van egy ősvíz. Hát semmilyen gyógyvíztől nem lehet semmi baja az embernek. Egyedül borszéken van olyan gyógyvíz, ami lítiumot is tartalmaz, például a depressziónál a lítium napelem. Ez csak borszéken van Erdélyben. Most ezt a borszéki fürdőt a bátoriak építették ki, és ők csinálták az ős palotákat is oda. Csak hát most nagyon lerombolt állapotban van ott is, a borszéki polgármester sír, hogy nem jön nyugati vállalkozó. Én meg imádkozok, hogy ne jöjjön. Annyira rossz az út, szerencsére nem véletlenül, hogy ekkora gödrök, sárgödrök vannak, sirálkoznak, hogy nem csinálják meg az utat, én meg imádkozok, hogy ne is csinálják meg az utat. Aki abba, kérem, a beavatásban kemény próbák vannak Szent Zsermen, mondta. Aki meg akarja azt nézni, ne kényelmesen kocsival a segge alatt bocsássanak, mert legyen annyi tiszteletet az ős forrással szemben, meg az ős fával, ami most még gyógyító elementárokat tartalmazott, hogy elgyalogol oda.
Mert az nem egy megerőltetés, ami megint nagy hiba, a kényelem a mai emberiségnél, hanem kérem szépen, az egy csakra pörgető gyakorlat. Nem kell oda kocsival kérem beállni az aszfalt úton, és jaj, cicámi levegő pohárral emeli. Kérem, a 90 éves úz bácsi napi 20 km gyalogol. A gyerekek, akiket tanítok, mert a település akkor, mint Budapest, de csak 341 ilyen szűk völgyek minden, van gyerek, ami 18 kilométerről bejön az iskolába, óvodás és visszamegy. Soha nem beteg. Kérem, tisztelje meg, gyalogoljon oda, fest, vászon át a sárgőrből, ezt akarom mondani, és Isten bőrizt, hogy oda ezért csináljanak. Tehát ennyit erről. Nem, és Isten őriz, hogy mobiltelefon legyen, vagy számítógéppel, kacsalázókor, nem kell megkutítani a tárgyat. Nagy baj lesz, ha még azt is tönkre lesz. És nem kell oda bevinni a pénzt. Mert a pénz a Siriusi plejádot, majd a végén beszélek erről, ezek Siriusi emberek egyet üzentek az emberiségek. A földeteket a pénz tette tönkre, jegyezzétek. Ott nincs pénz a Siriuson, az Algonon sincs, mégis jobban élnek, mint ők. Nem kell pénz. Saint-Germain a művének a végénről beszélek. A Saint-Germain-i kéziratban van egy profécia. Na most mondtam, hogy a kéziratot 1786-ban és a profécia arról szól, hogy eljövök, de szó van tett ki, meg is nevezi a vízöntőkort, és meg is van nevezve a század, tehát a 20. század vége, a 21. század közvetlen eleje. Eljövök, mert sokaknak megadatik a beavatás. Kézirat arról szól, hogy sokkal több embernek megadatik a beavatás feltétele, mint bármelyik korban. De ő már előre látja, sokan voltak, választottak, de kevesen maradtak. Egyébként Jézus is szokta ezt mondani. Látta, Buddha is szokta mondani, hogy van egy keskeny út a spirituális úton, és van egy széles út. Most mi a széles út? A pénz, a kényelem, mert a kényelem is egy kötőerő, az anyagiasság, ami ellen. Ki a keskeny út? A nagyon kemény. Ennyi. És akkor szól a beavatás tiszta forrásairól, elméleti forrásairól, hogy melyik volt az a szakirodalom, ami tiszta forrást tartalmazott. Hármat jelöl meg, az alkímia. De most ezt meghatározom, hogy mi az, mert nem az az alkímia, ami ma az ezoterikai szakirodalomban megjelent. Egyetlen tiszta alkímia van lakítelben a telepi könyvtárban. Ez a Saint-Germain kézirattárában volt. Na de amiket most az alkímiáról kitalálnak, vagy amit a vallásos atyák is kitaláltak, hogy aranycsinálás az nem alkímia. Tehát az alkímiának a karikatúrája. Essénus kódex és egyiptomi hermetika, ezek a tiszta források. A többi ős forrás, hogy buddhizmus, meg tibeti tanok, van benne jó elem, de nem tiszta ős forrás. Saint-Germain szerint. Na most ezek közül legősibb az alkémia, a Siriusról hozott beavatási tudás. És kiderül a kéziratból, tehát az, hogy Saint-Germain grófja a Sirius hermetikus rendjének volt a beavatottja, aminek a neve a Sirius rózsája volt. És szó van arról, hogy több bolygón van élet, és a Földre a tiszta spirituális tudás a Sirius nevezetű bolygóról, ami a minaprendszerében van, származik. És az alkémia ennek a Siriusi tudásnak az egyik része, ami a későbbi szakirodalomban rózsakeresztesség néven maradt fenn, mint alkémiai praxis. Na most ennek van egy elméleti része, a rózsakeresztes kozmológia vagy teremtéstan, vagy az ős keresztényeknél gnózisnak is nevezik, de ugyanazt tartalmilag, és a praxis, a gyakorlat, a jóga, a mentális gyakorlatok, a tánc. Ez a Siriusi tudás. Ez a legrégibbi. Az Essénus kódex, na most, hát ebből is gondolom kevés van, mert azért úgy mindent megnyírbált a földi emberiség, átalakított meg félreértelmezett. Nem is tudom, hogy létezik-e még Essénus kódex, lehet, hogy valamelyik eldugott könyvtárban, igen. Én nem tudok róla, fenekutékában már nincs, állítólag az Icsi grófnőnek még volt. De eltűnt a könyvtárának nagy része, mert az Essénus kódex
azaz eszténusoknak volt a tudása. Kik voltak az eszténusok? Nemzetiségileg pártusok voltak. A pártus birodalomnak a leszármazottjai, és pártus nyelven beszéltek. Tessék elolvasni a Badin Jós Ferencet, hogy kik voltak a pártusok. Én tudom, de mondom önök is sokat. Ezek pártusok voltak. Ezekkel kapcsolatban volt Jehuva Jézus. Az eszénus gyógyítókkal. Most mit tudtak az eszénus gyógyítók? A természet nagyon tiszta működését, a fárgyógyító erejét, lehívni a gyógyító elementálokat, energiákat a kozmoszból, a vizek gyógyító erejét. Ezért Jézus nagyon sokszor mondta, hogy víztől és Szent Szellemtől gyógyultok meg. A vízfürdők, a fürdő rituális volt a régi korokban is, napi háromszori kötelező az eszénus rendben. Reggel, amikor jönnek a gyógyító rezgések 6 és 7 között, 11 és 12 között délbe, és este 6 és 7 között egy órát kellett ülni a fürdővízbe. Ez volt az életrend, mert Hamvas is azt mondja, és a nagy beavatottak, hát Hermész is tanította, hogy tiszta életrend nélkül nincs beavatás. Hamvasnak van egy nagyon érdekes dolog, amilyen nagyon haragszanak egyes ezoterik, sok én egyetértek Hamvas Billával. Azt mondja, hogy a 20. század végén, 68-ban azt mondja, a széles tömeg azt mondja, meg se mossa magát naponta háromszor, de a beavatásra vágyik. Hamvas tudom, hogy beavatott volt, és nagyon szinte érte el, mint Steiner. De ezt félreértelmezték, hogy Hamvas értegeti az emberiséget. Most ha én is szembenézek, nem mindig tudok naponta háromszor megpürözni. Tehát ez az eszkénus rendőr inspiráció, tehát ez a nagy kultúrákban egy alapdolog volt az egyiptomiaknál is, ezért, mert miért kellett ezt az étertest miatt, mert az étertestből a víz állandóan a szennyet leoldja. Na most a középkor, ugye a középkorban azért volt olyan alacsony az életkor, és bizonyos népek azért mocskolottak, ugye, sajnos a román testvérek egy része is, nem mindegyik, mert én jártam olyan román parasztnál, aki naponta háromszor mosdik, és lennél Romániában. És jártam olyannál, amelyik mocskos, ezért nem szabad kategorizálni, de a nagy franciák meg németek is ezelőtt 200 évvel pálcikával a tetűt válták ki, és nem mosdottak. Na most ez a rítus érdekes módon, ez a napi háromszori mosdás, tudják kinél maradt meg? A kolombi cigányasszonyoknál. A falu végén is a másik fal, amit mondtam, Karácsonyfalban. Ez itt egy humoros esemény volt, egy ilyen jó, nagy, darabos, színes szoknyás, de hófehér csipkés, alsó szoknyás cigányasszony bejön a postára, én ott voltam. Hogy honnét tudtam meg? És telefonál Brassóba, és kisül, hogy az édesapja Brassóba beteg, és valami üzenetet nem adtak át, valami nagyságban a telefon beszélgetik, a cigány egy olyan gyors, szókimondó mindenkinek, kijön az unokájával, meglát engem, és valakinek el kellett mondja a baját, és azt mondja, na ide figyeljen nagysága. Képzelje el, hogy az a brassói nagysága az apámnak nem adta át az üzenetet. Pedig az ugye sokkal mocskosabb, mint én. Nézze meg a budingómat, s a csecstartomat. Így a postát, így fölemelte. Hófehér csipkés volt, de virított a csipke és a melltartós. Azt mondja, mi? A megvetett cigányok, de már kiáltott a postán, mert mérges volt, én megértettem. Azt mondja, háromszor mosdok, de nem fürdőszobában drága, hanem a hideg patakban, mégse vagyok beteg. A nagyságának fürdőszobája van, de én ilyen nagyságán Pesten is sokat láttam. De Bukarestben is. Fürdőszobája van, hideg, meleg víz, és úgysem mosdik meg. Hát akkor minek van? És ezzel elvihar, azért hiába olyan bölcsek maguk magyarok, látta, hogy magyarok vannak, azért na, bölcs, pesti, dánák, brassói, bukaresti, dánák, azt mondja, mosdani se tudnak, azt mondja, mi Gábor cigányok, azt mondja, télen is háromszor a patakban. Így tudtam meg. Ez egy nagy tanítás volt. Na most a végén azt mondja, hogy ahhoz, hogy az őstudásban részesüljünk komoly lelki, ez már Szent Zsebben ír egy idézetet, ez a végén van a kéziratnak, hogy ahhoz, hogy az őstudásban részesüljünk komoly lelki és szellemi érettségről kell tanúbizonyságot tenni. Különben méreg a tudás. Áthozott, ki visszaér az ég ajándékával, hogy önző szenvedélyét szolgálja. A mindenható keze megnyíteti és összetöri az ilyen. Tudják, hogy miről van szó. Akik az ég ajándékával, tehát a tudással visszaértek, ezért süllyed el,
Ezért süllyedt el Pannónia, a nagy magyar nyelvű őspannon kultúra. Ez a magyar turáni átok, amit nem értenek a mai emberek, a gyűlölködés és az egymás elárulása. Megkérdeztem Vincent Germaintől. Itt volt egy hatalmas nagy pannon kultúra, és mit csináltak? Két társkirályság volt, ugyanaz, mint Atlantisban. Két társkirályság volt, és mind a kettőben magyarul beszéltek, Erdélyben őrizték a napmisztériumokat őrző embercsoport volt, pannon csoport így nevezem, és Magyarországon a vénuszi misztériumokat. És amikor két szakrális nagy királyunk, akik békében éltek, meghalt, a következő egymást megtámadta a hatalomért. Mert az akkori földrajzi szerint, úgy magyarázta nekem Szent Zsermen, egy öböl választotta el Magyarországot, Erdélyt, és ilyen kis könnyű hajókkal keltek át, mert hajójuk volt a pannon kultúrában, tehát kristálymeghajtású hajó. És úgy döntöttek ugye, hogy egymást megtámadják, és egy hihetetlen nagy harc kezdődött kozmikus energiákkal a két csoport között. És akkor egy józanak pannon pap, aki a jelenlegi Zemplén megye őrzője volt, mert akkor őrző tátos volt a neve, a jelenlegi Karcsán lakott, ez Sárospataktól 8 kilométerre van, összehívta a tiszta tudásőrzőket, és azt mondta, a hajóval, amíg nincs késő, menekülünk. És egy mag, bocsánat, elmenekült, és hova menekült, akkor a földrajzi környezetben Atlantis lakatlan ős természet volt. Ez Csicsáki leírta, tudom, hogy nem szeretik sokan a Csicsákit, de igazat írt az atlantiszi kőtáblákról. Csicsáki ilyen vagy erdélyi hajós kapitány megkapta ezeket a kőtáblákat. A könyv még jelent meg Magyarországon, Erdélyben, és Erdélyben még a kommunista irába is megjelentett erről a könyv, azért mondom. És megalapította a Kara-Maja királyságot, Magyar királyságot. Hát ott már aztán jöttek más helyről is népek, mert azért nem csak magyarok értek, az csak ugyanaz történt Atlantisban is, hogy a népek egymásnak mentek. Értik, elsüllyedt. És ez sokszor a történet, most is az van, a nagy szabadság testvériség alatt, nézzük meg egy kicsit a palettát. Ez történt. És végül azt mondja a Szent Zsermen, hogy hálásnak kell lenni a büntető sorsnak, amely valamire tanít. A proféciáját erre zárja, az örök igazságosságnak. Akik belefáradtak, így fejeződik be a mű, akik belefáradtak a világ, Isten áldjon, akik belefáradtak a világ dolgaiba, a bölcsesség felé fordulnak. Tehát általában azok az emberek fordulnak a tiszta bölcsesség felé, akik eljutnak addig, hogy most már nekem elég volt városból, technikából, munkahelyből, mert vannak az emberek ilyen lélektani, most már aztán mi. Szent Zsermen is egyébként így jutott el, és akik tényleg elértek valamit az olyan, most már én ebből kilépek. És akiben van annyi hit és erő, mert Buddha is így jutott Buddhává, mert utána gyönyörű felesége volt, tudjuk az életrajzából, hogy a gyerekei volt. És egy adott ponton azt mondta, hogy ezt én már nem csinálom, és megszökött a pontból. Na most ezt le... És vállalta azt, hogy kezdett a hegyekbe járkálni, de hát ezt a tibeti misztikusok is vállalták. Tehát ő egyszer csak úgy érezte, valószínűleg én megértem Buddhát is. Mert nem úgy kell gondolkozni, most lehet, hogy jelenleg azt mondják, hogy elhagyta az asszonyt. Nem. A Buddha érezhette, mert ő tudta a karma tanát, hogy neki a karmikus kötelezettsége eddig volt. Mert van ilyen a sorsban, érzem, hogy eddig volt, mert mit mond Szent Zsermen, és mit mondanak a magas szellemek, hogy az ember miért születik le? Minden ember az egymás karmájának kiegyenlítésére. Mert ha így meg tudjuk érteni, hogy XY miért hagyott el. Mert ha nem a jelenlegi, tehát a mindennapi élet szintjén nem értjük, hogy most miért van ez. És nagyon sokszor 3-4 inkarnációnak az eredménye. Csak ezt kell visszafelé látni. És akkor így meg tudom érteni, ha én ezt elfogadom. Tetszik érteni, de most ez a nemzeti karmáknál is így van. A proféciákban szó van arról, hogy bizonyos nemzetek eltűnnek a Földről. Nagyon kemény őket. Lehet sajnálni őket. Ezek a nemzetek az angol, a német, a francia, a spanyol. Eltűnt. Szomorú, sok gyerek és sok ember, rövidesen. Miért? Mit gondolnak? Hogy megértsék a
Nemzeteknél a karmikus visszahatás 300-450 év. Feldeszek egy kérdést. Kik tették tönkre Afrikát a gyarmatosítással? Kik tették össze az amerikai szakrális kultúrát, és elfoglalták jogtalanul Amerikán? Spanyolok? Értik, miről van szó? Kik és az osztrákok a hírmanik családoknak? Ezt nem én mondtam. Kik tették tönkre a történelem Magyarországot? Kik rombolták a 343 osztrákok? Most ez nemzetekre is vonatkozik, hogy sokan voltak választottak, de kevesen már. Nem azért, mert ő egy osztráknak szült, de ő ezt tudta is. De ezt így próbálják megérteni. Ez, vagy miért került karmikus szempontból, ezt megmondta nekem, végre megértettem Erdély a románokhoz. Egy 300 évvel ezelőtti árulás miatt, és ezt elmondom, hogy mi történt Csíkszentdobokoson, amikor a székelyek egyedül a történelemben árulom, nem a székelyek, hanem két székely pásztor mit csinált. 1600-ban. És ezért volt Csíkszentdobokos pápai átok alatt, és most oldolott fel ősszel egy nagy ünnepségre, ezt tudták a papok is, és elmondom, hogy Erdély fejedelme akkor Bátori András volt, aki Gyulafehérvár bíboros püspöke volt, látnok, ha a regény irodalom a Sárkány papjának nevezi. És az Arvisúra lemeze őrzője. Mert bizonyos történelmi családok őrizték az ősi arany Arvisúra lemezeket, ez a Rákóczi és a Bátori család volt. Mert nem mindenki volt méltó erre. És megtámadta rendjen módja szerint Erdélyt az osztrák, és az osztrákok felbérelték a románokat, megfizették, hogy azok is támadják meg. Nem is a románokat, mert nem szeretek általánosítani, hanem Mihály Vajdát, aki egy Mihály Vityázó néven szerepel a román történelemben, aki egy ilyen kalandor, cigány származású vezér volt. És ilyen alakot mindig lehetett felbérelni, hogy foglalj el Gyulafehérvárt. El is foglalta 1600-ban, és amikor, de ezt orvul csinálták, hogy Bátori nem tudott semmit sem módosítani, és mivel Magyarország osztrák befolyás alatt volt, itt a nagyurak ugye mind osztrák pártiak voltak, kérte szerencsétlen a segítséget, de nem adtak. Ezt dobóval is megcsinálták a saját, értik? És az osztrákok miatt, hát együtt jó barátok az osztrákok, hagyjuk szarba a testvért. Szóval értik, ez hatalmas karma. És egyébként már elfoglalta Gyulafehérvárat a püspöki helyett Mihály Vityázó, és akkor Bátori András a festőségével az Arvisúra lemezekkel menekült. És Mihály Vityázó ki hirdette Erdélyben a templomokon keresztül futárokkal, mert gondolt majd valahol, ha menekül Bátori, ha elfogják Bátori Andrást, az illető kap egy ilyen zacskó aranyat, a fejét hozza Bátori Andrásnak. Ez igaz történelem, és Bátori András eljutott Pásztorbükig, ez Csíkszentdobokos határában van, egy székelyfalú határa, és ott egy pásztor észrevette, hogy jön a fejedelem a testőrségével. És Pásztorbüknél egy forrásnál a fejedelem mellett lovagoló testőr már nem bírta, s a ló se szomjas volt. És a fejedelem azt mondta, hogy szálljunk le, itassunk lovat, és így áll, kedves szolgám, és így megfogta, leszálltak a lovon, hogy a kedves szolga annyira fáradt volt, már bukott el, mert hát hajtúrázták a lovakat, lehajolt, és akkor a két székely pásztor levágta a vitézének és neki a fejét hátból, fejszívvel Bátorinak, és elvitte a fejét, ez reális történelem. Kérem szépen, hogy mit, és akkor tudták a csíkszentdobokosiak, hatalmas vihar keretkezett Dobokoson, termés nem volt 7 évig, verte az eső, rengeteg ember meghalt, nem tudom, kezdik érteni a karmikus összefüggéseket? És megjósolták a székely pásztorok, hogy itt román uralom lesz, és meg is következett. Tehát nem tudjuk, ez miért magyaráztam el, hogy milyen hatása van, mert ő egy szakrális beavatott, Arvisúra beavatott volt a Bátori, egy ilyen gyilkos, de egy más gyilkosságnak is. Tehát aki felel valami, nem az univerzumban minden, kérem, hierarchikus. És kérem, most ősszel volt egy hatalmas ünnepség, egyébként annál a forrásnál csodálatos gyógyulások történtek Pásztorbükbe, csodák, én is megéltem egy csodát. Elmentem egy debreceni hölgyel, és egy adott pillanatban, kérem, ezt többen leírták, nem mindig, bizonyos pillanatokban rózsa illatú víz jön.
És ilyen gyógyító, olyan fényenergiák voltak, hogy a hölgy zokogni kezdett és meggyógyult. Egy debreceni hölgyel mondom, gyere zarándokoljunk, pászoljunk fel. És ősszel volt egy nagy ünnepség, hatalmas nagy ünnepség Pásztorbükkben a forrásnál és a bátori lapnál, az asztalánál, mert állítottak egy emlék. És akkor érezték, most a székelyek meg a katolikusok nem tudják, hogy karma, ők így fogalmazták meg, hogy tudják, hogy feloldódott a átok. Mert erről van szó, tehát az átok azt jelenti, mert ezt is rosszul mondják, tehát hogy a Szent Zsermelnek van egy mondása, hogy átkozott ki, elárulja a másikat, de ez sok műve meg mindenben benne van. Na most, mi az átok? Az azt jelenti, hogy senki nem átkoz meg a másikat, mert van egy ilyen babonás felfogás. Mert nekem valaki azt mondta, valamilyen babonás, nem tudom én, hogy a bátoriak úgy tudtak átkozódni. Megkérdeztem, hogy igaz, azt kell mesterem, ne rögjük, azt mondja, ezek a babonás felfogás. A büntető sorsa, karma törvénye az átok. Nem tudom, értik, mit mondom? Tehát erre azt mondta a mesterem, mindenki saját magát átkozza. Mert ha valaki tisztán él, nem fogja az átok. Ezt azért mondom, mert vannak még ilyen babonás marhaságok. Nem fogja. Én, ha valakit elárulok, vagy egy rosszat csinálok, magamat átkozom a büntető sorsnak, mert akkor a karma urai rögtön aktivizálódnak, kérem, a hierarchiában, és a büntető sorsot megkapom. Nem biztos, hogy én, mert lehet, hogy úgy szól az átok, hogy mondta Jézus, megbüntetem fiaidat hetedizik, mert lehet, hogy mondta gyerekemet. A legszeretettebb gyerekemet éri egy sós csapás. És akkor nem értem, miért volt. Vagy az unokáma. Na most ez az, amit a mai ember nehezen ér, de működik. Az árulások következtében, mert a karma szintjén különböző bűnök vannak. De a karma urai szempontjából a legnagyobb bűn az árulás. Nagyobb a nyílt rablásnál és a nyílt gyilkosságnál. Miért? Mert háttér, kondorlatos, nem tudod, értik? Tehát amikor kellett ugye a törökkel szembe karddal harcolni, mert meg kellett védni a hazát, vagy meg, az egy más dolog volt, tehát az egy más történelmi szituáció. De amikor fondolkodva kiszedek egy információt, és itt voltak nagyon szennyes dolgok, és a jelenlegi emberre ez jellemző. Tehát a jelenlegi ember típusra, most nem értik, mire gondolok, tehát a manipulatív jelek sajtótól kezdve mindenre. De most nem pont így. Én kiszedek valamit, ugye, és ezzel visszaélek. Mert ezzel kezdi Szent Zsermen a kéziratot, és ezzel végzi, hogy a fecsegés fiam mihez vezetett. Mert a fecsegés, árulás, pletyka, kibeszélés. Van egy törvény a szakrális irodalomban, a rózsakereszteseknél az ember közötti kapcsolatban hallgatás próbája. Ami a mesékben is benne van, a néma lány. Ami a gyakorlati szinten így működik, amit az emberek nagyon nehezen értenek fel. Miért? Mert hogyha én önnek elmondok valamit, az önnek szól, és én amit önnek elmondottam, elmondja egy harmadik embernek, az már másképp interpretálja, ebből lesz a pletykas, nem is neki szól. Na most a legtöbb ember munkahelyen, kérem, tanári, vagy akár orvosi rendelőben itt-ott dolgoztam, itt gyakori, mint Erdélyben, a székely hallgatóban, nem mondom, hogy nincs köztük van, de nagy általánosságban beszélek. Én például ki volt az igazgatóm, egy gyakorlati példa, az igazgatónőm borulva, amikor azt mondja nekem, hogy elmentem szabadságra, Óbudán dolgoztam a kollégium, most azt mondja, hogy számoljak be, hogy én hol voltam. Mondja meg. Hát mondom, én úgy veszem a seppűs magát fejbe vágni, mert kicsit ember van, de olyan izén, hogy számolom, hát magának mi köze, hogy én hova megyek. Fölhívja a titkárnőt, hogy a kicsi, én megkérdeztem, hogy udvariasan mondja el, hogy telt a szabadság, én meg úgy kezdtem kiabálni, de a székely kolléganő is, de a diákok is, hát szerencsétlen nőnek, én megértem, hogy el kellett mennie. De én azt megfigyeltem, mint izé a tanáriban, hogy beszélték ki a diákokat és minket. Bementek és tudod, az izé ebben volt öltözve, ez az irodákban is, érti? Ez úgy volt öltözve, most ezt mondta, és amit például személyesen mondtam a kolléganői, mindent visszamondtak igazgatónak minden. De most amikor visszamondta egy harmadik embernek, az másfért alapta. Érti? És ebből aztán olyan
a legnagyobb karma annak, aki kifecsegte. De ebből nagyon kellemetlen karmikus kötések és oldások vannak. Hát itt pedig kérem szépen meghal, még parasziroda is van. Nem szabadna lenne, nem tudom, hogyha értik. Nem szabadna lennie. Hát próbáljak én menni Hargita megye tanfelügyelőségéhez, vagy polgármesteréhez panaszkodni. Itt hallom, van parasziroda, nem tudom én milyen viszé. Hát próbáljak én meg. Hát nekem a Beder Tibor kérem újjuk ki két lábbal, mint a izé. Hát aztán ne panaszkodj, de így mondja, és nekem ne árulkodj. Nem megy, szóval, de ez egy hiba a mai emberiségnél. Amit véget tanítottam, most nem is mondom, hogy hibás a mai emberiség, ezt meg kéne újból tanítani. A gyerekektől kezdve, minden. Mert az nem tartozik, például a tanítónőre, már az oktatással is baj van, hogy beszámoljon Marika, hogy ő otthon mit csinál, és a család, és a tanítónők így kikérdik. Hát a gyereket meg tönkre teszik. Hát mi köze, kérem? Hát próbálnám én az úzoknál megkérdezni a gyerekről. Eszembe se jut egyébként, mert én ismerem a mentalitásokat, hogy Jancsika, vagy az anyuka, vagy amit tudom én mi. Hát úgy jön, szinte egy bottal jön, kérem, és igaza van, nem tudom, hogy mit mondom. Hát mi közöm az ő családi életébe? Vagy az, hogy ő másikkal mit beszél? De most ez átlag emberi szinten, de hát ez már magasabb szellemi régióban, vagy mit tudom én, politikai régióban, hát ez szinte divat a rágalmazás, meg a petkálkodás. Most ezt tudniuk kéne a embereknek, akik ezt csinálják. És így elszórtak, egy csomó ember a sorsát elrontotta ezzel. És nem tudja. Hát kérem, ez nem valami, de mondom, én nem szeretem az ilyen ezoterikus illúziókat. Erről Madács is írt az ember tragédiájába, csak egy kicsit filozófikusan tessék megközelíteni, és Hamvas is írt, egyértelműen megállapítja, hogy a mai ember a bukott ember. Az asztrálitásba süllyedt ember, az érdekekbe süllyedt ember. Erről sokat foglalkoztak a nagyírók, Shakespeare ezt már észrevette. Egyébként Shakespeare Saint-Germainnek a megelőző inkarnációja volt. Ezt pontosan tudom. Na most ez egy örök bibliai, meg madácsi, meg Shakespeare téma, de Vajda János is, mint egyetlen szakrális magyar költő, és benne sincs a magyar irodalomban. Miért? Mert ezoterikus költő volt, tehát az univerzum törvényeit ismerte volna. Még a Siriusi származást is. De nem ő a legnagyobb magyar költő, pedig a kozmikus értékrend szerint a legnagyobb magyar költő Vajda János. És miután én ezt megtudtam, elolvastam a köteteit, hát Pestet bejártam, hogy kapjak egy Vajda kötetet. Nincs benne a tankönyve, már nem is tanítják, Erdőbe se. Nagyon szomorú dolog. És ezt a mesterem is mondta. Tehát benne van, tehát a költő is lehet beavatott, mert a versbe tükrözi a szakrális törvényt. És elolvastam Vajda a versét, és minden benne van a grózisból. Csak szimbolikus formálat. Nem akarom ledegradálni, de se Kosztolányiba, se Aranyba, se, tehát ilyen szempontból értik, nincs benne. És a vers, akkor vers a szakrális művészetek szerint, mondja Saint-Germain, ha a kozmosz törvényei, tehát minden művészetnek most tényleg erre a logoszt kell sugározni, és nem az asztralitást. Hát Vajdának a szerelmi költészete nem az, hogy csókolj meg cicám, vagy amit a mai költők írnak az élet irodalomban, hanem mint a Mont Blanc csúcsán a jég, próbálj meg. Kinek nem állt se nap, se szél. Ezt tessék elolvasni és a rezgését bemérni, mert ennek hatalmas rezgése van. Csak úgy tessék elmondani, hogy kiülök a dobhetője, csuhajhaj. Hát ez van. Egy tény a férfi bukását a nő okozza az asztrál világba süllyedő nő, ezzel Hamvas is foglalkozik a Tükrösi jegyzőkönyvében. Most ezt elmagyarázom, hogy mi. Saint-Germain is foglalkozott a lábjegyzetekben, Madács is foglalkozott. Akkor Shakespeare is sokat foglalkozott, már a görög tragédiájukban jelen van. Én nő vagyok, de egyetértek Hamvas Bélával. Hamvas Béla azt írja, hogy amikor bukik az ember, tehát süllyed az asztralitásba, a nő mélyebbre képes süllyedni, mint a férfi. De ugyanakkor képes spirituálisan magasabbra emelkedni is. Tetszik érteni, miről van szó. Na most a polgári értékrend szerint, ugye
ez a női liberalizmus az nem biztos, hogy a nő kozmikus szerepét jelenti. Tetszik, hogy mire értek, mert a nőnek van egy kozmikus küldetése, a sorsáta. És ez az anyasság, a megértés, a szeretet, a művészetek, a tanítás ápolása, nem a karrier, mert akkor a saját karmája ellen dolgozik, nem a marketing, a nagy üzlet, mert ma ugye divatos a nagy üzletasszony. Nem az. Tehát a saját karmája ellen dolgozik. Én tudom, hogy ebben a társadalomban nem a politikai nagyasszony, mert nem az a küldetés. Ez szakrális királynő, nem volt csak királyné. Tetszik érteni? Csak királyné. A király mellett. Most ezzel nem azt jelenti, hogy a nő alacsonyabb rendű, de hogyha a nő a társadalomban belemegy a divatba, az asztrális kihívásokba, húzza lefelé a férfit. És ebből lesz a fertő. Én ma már beszéltem a Kublerájokról, az örömlányokról. Erre a francia királynak, a napkirálynak, 14. Lajosnak, aki egy nagyon magas szellem volt, ezt tudom, és nagyon kevésszer született a földre, volt egy híres mondása a franciául, Cherché à la femme, keresd az asszonyt. Ő köztudottan nagyon távolságtartó volt. Hát igen. Ez egy örök téma, de most a beavatottaknál, tehát a beavatott népeknél tudták az asszony feladatát, és az asszony, a nő azt a feladatot próbálta megélni, és úgy nevelték a leánygyermeket is. Tehát a mai nevelési rendszer ellene dolgozik, ezt nem kell mondjam. Hát a 14 évesek, tehát én persze tudom, hogy egy 14 éves gyereklány átlagban már hová süllyedt a barátnőmet 18 éves fiatallát. Hát most ezt Csíkszeredában is hallottam, hát ugye könnyen elterjedt a liberalizmus, büszkék is rá, hatalmas nagy propagandája van a helyi tévében is. Mondta nekem egy olyan 50 és 60 közötti meglett mérnök, aki egyszer kocsival itt stoppoltam, hogy Csíkszeredában a Márton Áron, ha meg a segítő Máriával, ezek ilyen vallásos gimnáziumok, 40 ezer leír meg lehet kapni egy szerint 16 éves, tehát egyébként a tanárok egy része is tudja. Ilyen nem volt, még az átkosban sem. És a lányok között ez egy dicsőség, hogy én hányan tudtam. Fiúknál is. Tehát ez a mai generáció. És azt mondja valaki, hogy tisztaság, meg nőízé, hát nem vagy divatos, hát nem marháskodj, jöjjön, szóval vigyázzunk. Amikor egy férfi egy nővel lefekszik, ezt tanította a mesterem, átveszi a karmáját, és a tisztulási idő, ha egyszer is dug, mai szaknyelven mondom, nem tantrázi, kérem, hanem dug, mert ma ez a, nálunk kefélid dug. Hát nevezzük szósz nevén, én nem szeretem kedvezni. A karma törvénye szerint, tehát hogyha egyszer is dug vagy kefél, 6 hónap a tisztulási idő, átveszik egymás karmáját. Most képzeljék el, amikor ma divat 30-40-nel, és figyeljék meg a depresszív ifjúságot. Szellemileg, lelkileg is figyeljék meg, csak menni az utcán, hogy ezt szolgálja a divat is. Tehát, hogy mondjam, úgy megfordult a világ ezzel az értékrendel, hogy a torz vált szépé, ezt Pistei Zsuzsa is elmondta helyesen. Nézzük meg az öltözködés. Nem tudom, emlékeznek erről a vastag tartó szörnyekre, de most a székelyföldi lányok, a legeldugottak, még az Úzvölgyében is, ahol vagyok, kire elmentem a templomba, én azt hittem elájulok, és az Úz lányok, akik még ezelőtt hordták a gyönyörű népviseletüket, még ezelőtt 5 éve, ilyen vastag tartó szörnyekben tibettek, de még az Úz menyecske is nagy hassas, a székely menyecske is látom a vonatban, mert Pesten látták, mert kijönnek Pestre bevásárolni az így felvágott szoknyákba, és az ekkora cipőbe, mert most és harcolnak a diáklányok, hogy ha egyiknek van, nekem is legyen, és úgy kinézek a vonatból, mert ingáznak jövök. Most erre mit mond a 7 főcsakrán kívül, hogy ez mire rossz a divaton kívül? A 7 főcsakrán kívül alapcsakra, mert 144 fénykereke vagy csakrája van az embernek, de a 7
fő csakra van, ezt önök már tudják, a ezoterikusok. Lényegű csakrák, tehát minden kozmikus kis központuk itt van a talpon. Ebből jön a talpmasszázs. A kuroknál és az ős magyaroknál volt egy hagyomány, vagy szokás, hogy milyen lábbelit viseltek. Sarok nélküli, bőrből készült, puha bőrből készült csizma. Volt ilyen Indiában is, tehát a sarú. Jézus is sarúba járt, tehát nincs sarka, sajnos nekem is van, és már elrontottam néhány sakrámat. Értik, miről beszélek? Tehát a vászomból, vagy bőrből készült szellős csizma. Az ezerráncú csizmának nevezze a hagyomány. És hogy az mire jó, és miért egészséges, még károm is, hogyha természetes anyagból készül. Most arról ne is beszél, hogy annak műtalpa van, és műbőrből készült. Na most akkor ugye, amit ezt reklámozza, ez divattá vált. Na most ezzel nem a szépség, tehát a harmónia, az mindig a szépséget jelenti. Ma a szép a divatos. Értik? Mert hogyha, mit tudom én, egy nagy pesti társaságban egy fogadásra én most felöltözném úz népi viselembe, akkor engem hülyének néznének. És kiironizálnának, majd bejönne egy széki parasztasszony. Tudják, hogy de ez így van. De Csíkszeredában is, mert úgy veszik a divatot, én ezt figyelem, hogy mondjam, úgy veszik át, hogy én már láttam olyan, hogy 60-70 éves székely mamát, jó kemény kaliberrel, aki még ezelőtt 5 évvel azt a gyönyörű fekete ráncos szoknyát, és abban mint néni úgy jól nézett ki, mert mama kell. Ebbe a vékony cicanadrágba, lasztesbe tudják, hogy mi száll le a vonatról. Itt is látok az Alpönyörant az emlékbe is, ekkora kaliberrel, és rajta egy ilyen póló Ameriká. De most tudják, hogy minden betűs, minden hangrezgés, és minden a saját ételtestét, mint negatív zétet. És főleg most, hogy a dimenzióváltás beindult, amit úgy határoz meg Saint Germain, hogy a univerzumban, a vízöntő korban, az univerzumban a halak korszak, ami lezárult, ami Jézusi korszak néven is ismert, a harmónia korszaka volt, amit a Vénusz jelölt. Na most ez a vénuszi korszak minden bolygón megvalósult a Föld kivételével, ez több ezer évet tartó ciklus volt, tehát több ezer évre beszélünk és na most ez a típusú impulzus, már mondtam, hogy a Sumér, meg Babiloni, meg olyan, tehát amit oldott a halak korszaka és elnézett karma szintén, mert Jupiter a karma bolygója, ezzel analóg a Sirius, tetszik érteni? A jupiteri embertípus az igazságos jótevő, az örök igazság. Ezért gyorsulnak fel folyamatok. Ezért rövidül le az időszak, amiért fizettem karma szintjén oldottam a megbocsátás egyébként. Nem mondom, hogy meg kell mindenkinek bocsátani, félne leértsük, ma felgyorsul. De ebből univerzum szinten. Na most, ekkor indult be a Földön, ekkor erősödött meg. Ekkor szállt le hajnalba az első Sirius-i űrhajó 40 emberrel a helyekbe. Leszállt az első Sirius-i űrhajó, nem az első a Földre, mert sok szállt le a Föld történetébe, de leszállt egy Sirius-i csapat, és beindult a jupiteri rezgés. Na most ez a rezgés, ami jön az univerzumból, felgyorsítja test-lélek-szellem szintjén a fejlődést, de felgyorsítja a káoszt és a negatívat is, tehát aktivizálja magyarán a karmát. Ezt így mondom el, hogy megértenek gyakorlati példát. Kapott segélyeket a szülővárosokban régebben a református egyház, hogy osszák szét a szegény cigányoknak. Ezt a református kapta holland segélyt. Hatalmas ruha meg gyógyszer. Hát a pap úr meg a papni úgy döntött, hogy elviszik Kolozsváros eladják. Hát ez a mai világban előfordul, és a következő eset történt. Kacagta az egész város a szülővárosomba. A papné egy adóba bepakolta a sok ruhát, és Szászvégenből elindult a Kolozsvár felé. És akkor Szászvégen határát elhagyták, mit hoz a sors, a szegény cigányok a Gábor Vajda vezetésével mind ott kivoltak az út szélén. Mi történt a papnével? A kocsinak kihullott két kereke, amit mai napig, és feldőlt a kocsi. A papné a barátnével kezét, lábát törte,
A csomagok így potyogtak ki az olajuk, és a Gábor Vajda, aki egy 96 éves szenzációs bácsi most, azt mondja, na látsz, nagyságos papné asszony, amit az Isten nekünk szán, maga elvette, most itt a büntetés, cigányok vegyétek fel, és a cigányok felszették, de nekik is az. Én nagyon sok ilyet a mindennapi élet szintjén megfigyeltem. Na most bizonyos helyeken, ahol ilyen kozmikus rezgések van, mert ebben felhisztítottak bizonyos helyeket, ezeket az ősi szentélyeket, itt még erősebb. De ugyanakkor működik a, tehát a kegyelem is, ha az ember jól teljesíti, tehát hatalmas nagy kihívás előtt áll az emberiség. A Föld történetében olyan dolgokat fogunk 2 éven belül megélni, amit nem hisznek el. Nem hisznek el, én tudom. Olyan lesz, mondták, és ezt se hiszik el, mert engem arra tanított a mesterem, és aztán anyámmal ezzel jól összevesztem, hogy dobjam ki a műanyag dolgokat a házból. Hát azt mondja, anyám, hogy nem dobjuk ki. És akkor azt mondja, számolj arra, hogy jön egy rezgés, és a műanyag pulóvernál jönnek, vagy minek mondják, vagy mit tudom én, lábos vagy mosdótál, a kezedhez ragad. Ezek számunk. Ezt a 5 éve mondták, én mindenkinek elmondom. Én az úrról, hogy anyám ezt nem hitte el. Hát, de ugyanezt történhetik a mobiltelefonnal is. Nem ijeszgetem, de mondták. Tehát tudjanak róla, én nem mondom, hogy dobják el a mobiltelefon, de előfordulhat azt, kérem, hogy jön egy rezgés az univerzum, és ide ragad a fülékhez. Ilyen dolgokra lehet. Na most ezt a Székely Színház kis ironizáltai de nem véletlen a Székely Kabari, azt érdemes meghallgatni, akár megvenni a kazettát Marosvásárhelyen, hogy bekapcsolom az Úzvölgyében a Székely Kabarét, ez a Marosvásárhelyi Színház most szenzációsan működik ott, és arról szól a Székely Kabari, hogy nagy fülbevalóval magyar vállalkozó elmegy Irma nénihez Székely országba, és a mobiltelefonon, de így nevezi a Székely Kabaré, hogy a műanyag ládával a fülén csinálja a vállalkozást, és akkor kijön a néni, erről szól a Székely Kabaré, és mondja, te, Józsi, te, hát nézd meg a műanyag láda a fülén, még le se tudja válni, és a Rizskát meg akarja venni a tehetet. Hát egy halál, olyan fordulatok vannak. És hogy elmondja az egyszerű, ugye általában kérem, hogy nézd meg, és a számítógépeket is úgy ironizálta, kérem, hogy a közönség így hahotázott. Most én nem akarok, de ez sem véletlenül. És ez folyik, és akkora sikere van a Székely Kabarénak, hogy minden faluba el kell menjenek, hogy ezt eladják. Most ez sem véletlenül, hogy miért kapta a rendező ezt az inspirációt, mert ott nagyon működik valami. Na most én ezt nem azért mondtam, de ez benne van a pakliba. Ezzel számolni kell, most ezt ki hiszi, ki nem hiszi, de benne van. És nincs megszabva az idő. Mert miért, és akkor befejez, kis szünet lesz, akarnak kérdezni, tehát a végül a kozmikus törvények és összefüggések, az univerzum, a Föld is egy felülről lefele épülő valami. Mert ilyen az univerzum. A társadalomnak is, hogy ahhoz, hogy működjön, a szakrális, ezek a kozmikus értékek felülről lefelé kéne működjön. Ez volt a szakrális királyság, hogy tartotta a királya, beavatott a kozmikus törvényt. Jelenleg azt mondják a mesterek, hogy a Föld történetében ilyen alacsony szinten társadalom és emberiség nem volt. Ezt nem tudja, persze a polgárember ezt nem fogja beismerni, mert azt hiszi, hogy egy nagy dolgot csinált a technikával, meg ami most van. Én ezt tudom, hogy nem ismeri be, de a kozmikus törvények értelmében jóval alacsonyabb a nyírségi arkaikus cigány kultúra alatt, az átlag értelmiségi polgári kultúra. Most értik, hogy milyen szempontból nézem, ez Hamvasics a polgári kultúra alulról építkező kultúra. Miért? Mert amit most tehát egy totális értékválság van, na, mert most mi az érték? A pénz, hogy mindent el tudja adni. Tehát a pénz, a pénz, a pénz. Én tudom, hogy pénzzel diplomákat lehet állítóval venni Romániába, és itt is doktorátok. Na most ez beleívódik a tudatalattiba minden, és akkor nekem pénz kell, pénz kell, pénz kell, mert hogyha pénzem van, akkor pénzzel ezt veszek, azt veszek, ezt veszek. És akkor mindegy megszálló csinálja mindent eladni,
teli van minden, mint egy szemétraktár, a levegő nem tud közlekedni, az üzlet is mosóporokkal, meg mindenféle kacattal. Szóval értik, mire gond, nincs kozmikus tér, ahol legalább a levegő közlekedjen. Minden zsúfolunk, hordunk, végig megyünk az országon, szeméttelep, autóroncstele, és aztán az ökológia. És hordunk, és reklámozzuk, és csináljuk. Na most, tessék elképzelni, hogy ennek mi lesz a vége. Ha csak arra a szintre megyünk rá, mert beszéltem egy Siriusi férfivel, Andrillel, és elmondta, hogy ők a Siriuson hogy élnek. A legtiszteletben élő társadalmi réteg a pásztor réteg. Hát akik mezőgazdasággal foglalkoznak, mondtam, milyen a mezőgazdaságok. És azt mondja, hogy a mezőgazdaság lóval és tehénnel történik, pedig magasabb a kultúrájuk, mert hogyha egy űrhajó 6 óra alatt leszáll a földre, tehát akkor valamit tudnak. Értem. Mi nem tudunk a holdra elmenni. És ha egy szent réteg, gondoljunk a jézusi szimbólumokra, a bárányra, a tehenekre, az állatokra, a mezőgazdászra. De nem a kombájra, s a technikára, hanem az állatra, hogy az miért született. Na most állattal, és ekében, és az albumon is, tehát az univerzum, és azért magasra rendi társadalom, és az egy megbecsült réteg. Miért? Mert egy kozmikus erőtranszformáció történik, amikor kapálok, ami megint lenézem, amikor a lót vezetem, ez mind rítus volt, kérem. Amikor a zöldséget, gyümölcsöt fölszedem, ez mind rítus volt az uzoknál, sumiroknál, a görögöknél is a nagy görög kultúrában. Ez egy szent foglalkozás volt, hamvas is, nem egy lenézett paraszt kis gazda, az általános értékrendszerben a parasztság. A paraszt, az a földi paraszt, a székely paraszt. Na most, az értékrend szerint a mai átlag fiatal, főleg Magyarországon, de már Erdélyben is, csak számítógép tanfolyamra jár, és senki nem akar az apja mellett gazdálkodni. Fölteszek egy gyakorlati kérdést. El fogja a számítógép vagy a mobiltelefon tartani a társadalmat? Tessék gondolkozni. Nagyon felé. El fogja az iroda tartani a közgazdász, mert hivatus, a jog, az üzlet. Kinek adom el? Ez, ha nem lesz világvége, ökológiai katasztrófa, csak 7-10 évben tessék gondolkozni. Kihalt a réteg, kérem, aki a föld, tehát a földműves réteg, az őserő, ami föntartotta a társadalmat. Ez nem egy középkori dolog, ahogy mondják a polgári gondolkodók, hanem ez nem ideológia vagy liberalizmus kérdés, ez alap dolog, kérem, a más bolygón is. Ki fog menni gazdálkodni? Hát ma ki gazdálkodik, kérem, Magyarországon a 60 éven fölüliek átlagban, és időként a 40-es, de annak is fáj a lelep a kapálástól. Hát én mit kapálja? Én ezt láttam Szegnét környékén, de ma is a székely lány, aki még a székely fiatalember is, ezelőtt 5 évvel még büszke volt, hogy az apja mellett gazdálkodhat. Ma megy számítógép tanfolyamra. És röhögi az apját a műanyag látában, ahol mondta a székely kamari, hogy így beszél Csíkszentdobogos, én a vonatból nézem, hogy a hülye apám, a maradi apám ül a tehintője mellett. Hát persze, majd aztán a tanfolyam el fogja tartani a társadalmat, majd az fog tehént, meg fog búzát termelni, meg fog kukoricát. Jöttem végig az országon autóbusszal, és még emlékszem, ezelőtt 5 évvel csodáltam a gondozott magyar földeket. El kell jönni a román határtól Pestig. Mikor láttam a kiaszott, szeméttel teli földeket, azt mondtam, hogy halott ez az ország. Értik, mire mondom? Nem gondolszám, nincs pénz, sírunk. Nem pénz kérdése, ahogy mondták, hogy beszélgettem. Megálltunk egy falunál, Kenderesen és egy fiatal emberrel, hát ugyan nem éri meg megcsinálni, mert nincs pénz. Hát mondom, nem a izének magának, mondom, magáért, hogy mozog. És mondom, egészségének fogja fel, mint egy tornát, hogy egy kicsit mozog és elveti. Nem éri meg, hát inkább úgy vagyunk. Szabolcs-Szatmár megyében is laktam 2 évig, Aranyos-Apátiban, ahol laktam, a 18 éves fiatal ember a zenegéppel így feküdt, kemény, jól megtermett szabolcsi gyerek, és az apja művesével, és az anyja beteg
ezével kapált. Ki nem ment, hogy a szilvát leveli a fáról? De miért, amikor a szilvát leveszi a fáról, érintkezik a természettel? A földerő egy fontos a földi embernél. Amikor a krumplit kiveszem a földből kézzel, földerőt kapok. Nem csak azért csinálom, mert nekem dolgozni kell ide és kell szedni, hanem földerőt kapok. Ezt mind tudták még 1040 évben is. Ma már nem. Menjünk szüretre, sok érvésre. Most elkerül a beavatástól. Na most a beavatás kapcsán, ami már nem, tehát a Saint-Germain kéziratához tartozik, nem tartozik oda, de ennek kapcsolatos, az őshagyomány kérdése, mert többször elhangzott, hogy őstudás, gnózis, őshagyomány kérdése. Hogy mi is az a Földön, az az őshagyomány. És az őshagyomány kérdéséhez szorosan kapcsolódik az angisugás kérdése, vagy miben léte. Na most az utóbbi néhány évben megjelent könyvformájában az Arvisúrák két nagy vastag fehér könyv, és az Arvisúrák keretén belül egy Kovács, tudom, hogy Kovács mester volt, aki írta, igen, az Ószi Kovács mester, Pál Zoltán, leírja a Palóc népmeséket, meg a Palóc hagyományokat. Na most ez Arvisúra vagy nem Arvisúra, erről volt nekem vitám. Arvisúra, de nem az az Arvisúra. Értik? És most próbálják egy picit a fokozatokat megérteni. Az Arvisúrák, amit nagyon sok romantikus keresőink Magyarországon hajkulász főleg, úgy hallom bizonyos körökből, hogy az aranynemezeket keresik, meg Attila koporsóját. Most erről egy picit beszélnék. Az Arvisúrák eredetileg, tehát mi volt eredetileg az Arvisúra, a Siriusról a Földre hozott ős hagyomány, amit a Frigg láda tartalmazott. Mert a, na most mi az a Frigg láda? Nem az, amit Saddam Hussein magának van, mert olvastam ilyen cikket is. A Frigg láda egy olyan dokumentáció volt, amit a Siriusról lehoztak tanítók, amikor úgy döntött az intergalaktikus tanács, hogy a Földön lehetővé vált az emberi létforma. Mert az univerzumról tudnunk kell, hogy több bolygón van élet. Van, ahol csak növényvilág van, van, ahol állatvilág, van, ahol ember is. Na most létezik egy intergalaktikus tanács. Intergalaktikus, tehát galaxisok közötti nagyon felső tanács. És ennek a tagja a Sirius királya. De most itt megjegyzem, hogy a többi bolygón csak királyság létezik. A Siriuson, a Vénuson, az Andromedákon, az Algonon is. Tehát szakrális királyság. Még egyszer, a szakrális király a kozmosz törvényeinek a tudója és fenntartója. Ez a szakrális király. Vagy szent király. Na most ebben a naprendszerben a galaktikus tanács tagjai, akik emberek, fizikai testük van, ugyanaz a csakrájuk, meg ugyanolyan típusú antropológiailag testük van, mint a földi embernek, a következő különbségekkel. Náluk az átlag életkor jóval nagyobb. A 450-500 év. Azért, mert ők nagyon komolyan betartják a logosz törvényeit, csak ezért. Mert ahogy mondja a szellemi tanítom, az ember több száz évre programozott, és minden egyes sejt 7 évenként tökéletesen regenerálódik, hogyha az ember tiszta természeti környezetben a megfelelő energetikai ponton van és bőjtől. A megfelelő napon, tehát egy kozmikus rendszerbe beilleszkedik. Na most ezt ők tudják, mi nem tudjuk. Most ez a galaktikus tanács figyelte ebben a naprendszerben a Földet, és egyszer segítették a növényvilág fejlődését. Hogyan segítették a növényvilág fejlődését? Úgy, hogy magokat hoztak és fákat ültettek, így segítették. Amikor megfigyelték, hogy a Föld annyira felfejlődött, fákat, magokat hoztak. A fenyő, a tölgy, a különböző virágok a Siriusról származik.
akkor vártak néhány évet, és akkor lehoztak állatokat. Legelőször a szarvast, innét a csodaszarvas, és elmagyarázom a magyar hagyományban. Lehoztak teheneket, lehoztak medvéket, na most ezek különböztek ezeknek az állatoknak a mai formájától, finomabbak voltak, tehát kecsesebbek, és nem agresszívek. Mert ezeken a bolygókon nincs vadászat meg állatölés, és ameddig egy állatot nem ölünk le, az állat tudatalattiában nem megy bele a negatív félelem, addig az állattól nem kell félni. Oroszlánokat, de az az oroszlán nem ez az oroszlán. És amikor annyira fejlődött a Föld, akkor úgy döntött a galaktikus tanács, felszólította a Sirius lakosságát, hogy kivállal egy küldetést a Földön, hogy egy kultúrmagot hozzon létre. És 144 ezer Siriusi ember, ez az, amiről bizonyos könyvekben lehet, hogy 144 ezer félén, na most ez nem angyal volt, nem szellem volt, hanem 144 ezer Siriusi tanító. Űrhajóban lejött, az űrhajóban 40-50 ember fér el, és 6 óra alatt érnek ide a Siriusról, 4 óra alatt a Vénuszról, és 3 a Andromedák, mert a Sirius van a legtávolabb, az egy kis lila bolygó, kisebb, mint a Föld. Csak hogy lejött ez a 144 ezer ember, akik, az a nemzetség, akiket ők képviseltek, az a Turul nemzetség volt. A Turulmadár, a Kárpáti sas. És ők lejöttek a Földre egy kultúrát létesíteni, beindítani, ez volt az aranykor. És akkor nyilván hát rendesen szaporodtak, gyereket neveltek, állattenyésztéssel foglalkoztak, ez volt az ős foglalkozás, és növénynemesítéssel. Na most az első kultúrkorszak, amikor a Turul nemzetség lejött, ez az a Turul visszatérése, most itt nem a madarat kell érteni, hanem a Siriusiak visszatérését. Tudjuk, a Siriuson én ezelőtt, azt hiszem másfél éve találkoztam Enlil nevezetű Siriusi férfivel, most elmondom, hogy honnét tudom, Nimrod hatodik fiával. Hogyan találkoztam, éjszaka, két vonat, illetve úgy, a történet az volt, hogy a barátnőmmel Csíkszeredából, Szászvégerről, a szülővárosomból utaztunk Csíkszeredába és Csíkcsicsóba, így ment az esti vonat, és kellett várni vagy 2-3 órát a csatlakozásra, és a csíkcsicsói állomásra szemben volt egy nagy diszkó, és mondom, menjünk a diszkóval szembe, mert jártak a taxik, hogy hátra kapunk egy stopot, hogy ne kelljen 3 órát állni. És fölfigyeltem az út szélén, tehát ez nagyon prózai történet, az út szélén fölfigyeltem egy fekete bocskaiban, most a fekete bocskai Csíkszeredában nem feltűnő, mert a székelyek ballagáskor is hordják, sőt, volt vörös, meg zöld bocska is a búcsú. Tehát azért mondom, hogyha valaki szombat este szépen kihajtos, az nem egy feltűnő dolog, itt lehet, hogy feltűnő, de ott nem. Felfigyeltem egy nagyon jó arcú, barna szakállas férfira, de nagyon jó arcú, és úgy emlékeztetett a Szent-Germaine, de fekete szakállas férfi volt, és az úgy állt az út szélén. És én vicceltem a barátnőmmel, hát ugye független volt, és egy viccel kezdődött, hogy hát mondom, ez itt nekem való, olyan 45-50 év körül itt kertet, és ott viccelődtünk, mondom, biztos ő is jön Szeredába, és még nézegettem felé. Hát egyszer jött egy taxi, és bejöttünk a barátnőmmel a taxiba, még egy fiatal házaspár jött, és bementünk Csíkszeredába. És nem itt a taxival a tömbházig, hanem a negyedbe leszálltunk, mert vitt a többieket tovább, és mondtam, hát jól is tesszük most a friss levegőn 200 métert gyalogolni. Akkor elindultuk, azt mondja a barátnőm, hogy a te egy férfi követ. És hátra nézek, sok fekete férfi. És nagyon kedves hangnemben, azt mondja, 40 percig zavarhatnám önöket, de már késő volt, és én nem szeretek éjszaka fennülni. De olyan kedves volt, és olyan gyönyörű rezgése volt, hogy megálltam és ránéztem. És bemutatkozott, Enlil vagyok, Nimrod hatodik fia, és nekem olyan nem erős, hanem ilyen enyhe humorral azt mondta, de már van mennyasszonyom. A gondolatom van, mert nagyon jó volt, mert ugye így tesz, hogy de már van mennyasszonyom. De nagyon udvarias, tehát egy ilyen régi udvarias, lágy
stílusba, A-val beszélt, mint hogyha egy nagyon tisztán beszélő palóc emberrel találkozott, nagyon megnyomta A. Szóval elég hatodik fia vagyok a Siriusról. Hát bocsássanak meg, én akkor nem tudtam, hogy mi a Sirius, pedig emlékszem, hogy az egyetemen beszéltek a bolygókról, de nem érdekel. Úgy hallottam, de nem. Szóval én még nem foglalkoztam se UFO-val, semmivel, elfogadtam, hogy a filozófia történet tanárunk a Siriusról beszélt, és hogy van emberére. Emlékszem, hogy beszélt, de nem. És azt mondja, hogy most elmondom, hogy a Sirius egy bolygó, és elmesélem önöknek, amit ő mondott. És azt, hogy elmondja egy lila bolygó, ahol négy nemzetség lakik, de azt mondja, több bolygón emberek laknak még az önök galaxisába, és elmondta, hogy a Vénuszon is laknak, és az Andromedákon, és elmondta, hogy milyen típusú emberek. Na de legelőször elmondta, hogy Enlil Nimrod hatodik fia, és hogy 149 éves. És hogy a húga is jött Sára. Nem Sára, Sára. És hogy az édesanyjuk Lillá, nem Lilla, Lillá, jól emlékszem, de olyan Lillá otthon maradt a kicsi gyermekkel, és jött az apja is, aki zenetanár a Siriuson, az öreg Nimrod. Mert ők azért vannak itt, hogy ők figyelik a Földet, és segíteni jöttek a földi embereknek, ha bekövetkezik a dimenzióváltás. És időnként lejönnek, mondom, hol szálltak le, és mondta is, a görgényi havasok egy meghatározott pontján, és azt mondja, most elmondok egy humoros történetet. Hát ott egy ilyen hegycsúcs az öreg hegyen, ott dolgoznak széke egy famunkások. Mondja, hogy apám egy nagyon humoros ember, amit nagyon él, sziporkázóan humoros, azt mondja, az édesapám, az öreg Nimrod kim volt a forrásnál, és találkozott a székely kavágó legényekkel. Sátorral voltak, és azt mondja, hogy tehát ott lesátoroztak, és olyan sátruk van, hogy októberben, ez októberben volt a találkozás, akkor magyarázta nekem a kristályt fűtött estet, beteszik a programozott kristályt, és fűt a sátorba. És a székelyek megkérdezték, hogy maguk honnét vannak, így kérdezték, hogy maguk amerikás, ausztráliai vagy svéd magyarok, mert olyan sátruk van, amilyet még nem láttuk. Tehát fölmérték, hogy a sátor valami érdekes. Tehát ilyen gömbsátruk volt, lila anyaggal, csíkos, de mivel eső is volt, fölmérték, hát ugye a székely megfigyel mindent, hogy az nem ázik be. És akkor az, ugye az apám azt mondta, hogy a Siriusról jöttünk. És azt mondja, megállt a két székely férfi, és azt mondja, hogy te komám azt mondja, az Brazíliában van. Emlékszem a történelemre, de így Ausztráliában van, azt mondja, vagy vajon azt mondja, egyszer valahol azt mondja, inkább Amerikában van. Felel nagyon természetesen Nimrod, a zenetanár, azt mondja, kérem, az egy más bolygó. És azt mondja a másik, hát, humám azt mondja, van 9 kocsma Gyergyó remekény, de Sirius nincs, a 10. az lesz, mondja, bolygó Sirius. Szóval, értik ebből, bolygó Sirius, tulajdonképpen közse fogták, hogy miről vagyunk. Hogyan találkoztak ezekkel a nagyon emberekkel, és ők nagyon szeretik őket, mert nagyon természetesek. Nem értették meg az egészet, hát elterjedt a hír, hogy a faluban egyébként én utána néztem, elterjedt a hír, hogy a svéd magyarok fönn üdülnek az öreg hegyen, ez a hír terjedt. Egy olyan sátruk van, ami vízhatlan, és hogy nagyon szép emberek, és nagyon szépen beszélnek magyarul. Elterjedt el a faluban, mondták, hogy komám a XY találkozott. Na most Enlil dimenzió várva jelent meg Csíkszeredában, elmagyarázta nekem. Tehát ezt megjelent fizikai testbe, amit mi kevésbé értünk. És akkor elmondta, hogy a bolygón élnek, hogy 6 óra alatt jönnek, a családjáról beszélt, és elmagyarázta, hogy ők betartják a kozmosz törvényeit, akkor elmagyarázta, hogy 4 nemzetség él a Siriuson. Az őshonos nemzetség, mert ők nemzetségekbe beszélnek, és nem családba, és nem polgári társadalomban, az a Turul nemzetség, aki a Siriuson lakó őspásztor nemzetség volt. Ők, van nekik egy Turul madár, ez az ászlójuk, és mezőgazdaságra, tehát állattenyésztéssel foglalkoznak, és zöld bocskaiba járnak. Na most egy másik univerzumban mondta a bolygókat is, tehát a Földön, a Föld történetéről beszélek, tehát a nagyon régi történetéről. Egyszer azt mondja, hogy a Marson éltek Nimrod fiai.
Egyébként a kisfaludi Gyurinál láttam, hogy a Marson lefényképeztek piramisokat, ezt tudom, hogy van. És a Marson egy galaktikus robbanás következtében ők űrhajókkal el kellett menekülniük a Siriusiakhoz, akik befogadták, de azelőtt már tudtak egymáshoz, mert ők közvetettek űrhajóval. Most azt mondta, hogy az űrhajó kristály meghaltású Amethyst programmal működik. Amethyst kristállyal. Ez nekünk magas, tudom, nekem is. Minden is egy jó megcsinálni. És mondta, hogy így működnek ilyen technikával az űrhajók, nem csak a Sirius, hanem a többi űrhajó. Azt mondja, az nem ufóhoz mondjátok, de így mondta, az űrhajó. 40-en férünk be, de van amelyik nagyobb, és beleférnek emberek, tehát állatok is. És mondta, hogy most hoztunk állatokat is, új madarakat, meg valami ilyen rózsaszínű, meg zöld kutyától beszélt, kíváncsi vagyok, mikor jelennek meg. És akkor azt mondja, a másik nemzetség a Nimrod fiai, ahonnét én származok, azt mondja, mi a Marsról jöttünk, és fekete bocskaiba járunk, ez egy hagyományőrző ruha, mi csak ilyenbe járunk. És elmagyarázta, hogy a nők is ilyenbe járnak, nem nadrágba, hanem szoknyába. És ilyen kis karcsúsított kabátkába vagy mellénybe, és a, mit tudom én, a zölddel hímzett a szoknyája a túlszínűnek, mert a zöld a színük, a Nimrodnak fekete, de más színek is vannak benne, virágos. Ezt is elmagyarázta. Akkor azt mondja, hogy amikor a napon, de ez nagyon sok ezer évvel ezelőtt volt, tehát élhetetlené, tehát lehetetlenné vált az emberi létforma, költöztek a rákóciak, és elmagyarázta, hogy a rá napot lehet, kóci fiak, tráfiai, az egyiptomiaknál megvan a rá, a napmisztériumok. És befogadta a túl nemzetség, és legkésőbb jöttek egy intergalaktikus robbanás következtében a fiasjukról a bátoriak. Ezek a lila bocskaiba járnak, a rákóciak bordóvörös bocskaiba. Tehát mondta rögtön a ruhákat is, a rákóciaknak a címere a nap, és a bátoriaknak a jelenlegi bátori család címere a földön, egy három sárkányfók, a kígyó farkába halak és fölötte két angyal. Ez azt jelenti, ez egy beavatási címer az univerzumban, ezt elmagyarázta, az, hogy legyőzte a kígyót, ami a Bibliában van a rosszat, hogy a farkában harap, és fölötte az angyal. Tehát az angyal a jó legyőzte a rosszat. Ez egy szakrális beavatási címer az univerzumban. És hogy jelenleg ez a négy nemzetség négy társadalmi státuszt foglalkozást képvisel, mert a Turu nemzetség megmaradt mezőgazdásznak, pásztornak, a Nimrod fiai a technikával foglalkoznak, a kristály meghajtású technikával, és ezt nagyon higgadtan nekem elmagyarázta, hogy van repülő, van autó, van hajó, van mosógép, de nem, tehát környezetkímélő erre nagyon. Tehát, na igen, még azt mondta, hogy mediterránia az éghajlat, tehát 26-28 az átlag hőmérséklet, tél nincs, sok mediterrán, tehát ilyen ős forrás van, állatokat nem ölnek, vegetáriánusok, naponta szem 6-szor esznek, alaptáplálék nagyon érdekes, a gyümölcsös tej, amit mi turmixnak mondunk. Ismerik a mézet, ezt kihangsúlyozta a mézes tej, akkor süteményeket készítenek, itt beszél bizonyos süteményekről, amit ők mézzel meg magukból hogyan készítenek, akkor a másik nemzetség, a Rákóczi nemzetség az tanítással és művészetekkel foglalkozik, főleg művészetekkel, és a Sirius úgymond vezető rétege, a bátori nemzetség, a lila bocska is, aki és jelenleg a Sirius királya a 27. bátori András, megmondta. Így hívják, 27. bátori András. Na most, aki király, annak mindenhez kell értenie. Na most a nemzetségek egymás között házasodnak, és akkor elmondta az alap neveket. És akkor ebből én a nevekből megértettem valamit magyarázat nélkül. Tehát a neve. Egyszer elmondta a Siriuson gyakori férfi neveket. Ezzel kezdte. Táltos, Csángó, Székely, Egger, Bodró, Ung. Akkor Maros, Olt, Börzsöny. Na most ez bátori vagy Nimrod, Börzsöny. Szóval érti? Na van Árpád is, ezt megjegyeztem. Van János, nem mondott, nagyon sokan Levente.
Lél, Csongor is van, akkor hát még mondott néhány neve, de nagyon sok olyan érdekes név volt, ami most folyónév vagy városnév. És akkor mondtam hölgyneveket, gyakori a virágnév. Hogy virág, rózsa, gyöngyvirág, ibolyá, de az át megnyomják a végén, ezt megfigyeltem, mondta, tehát nem ibolya, hanem ibolyá, rózsá. Palotok beszélnek ával. Szólok megyébe is ával beszélnek. Igen? Igen? Tehát rózsá, ibolyá, van a Marina, az Mariná, Évá, van Éva is, Marina is van, Mária, Lilla, Sára, tehát nem Sára, hanem Sára. És mondta, hogy a nők nem vesznek részt a politikai életbe, hanem feladatuk. Na most átlag gyerek szám, tehát családban élnek, és a család szent, ott nincs válás, meg barátnő. De a többi is nincs, mondta a Vénuszon, sincs elmagyarázta, hogy kik élnek a Vénuszon és a Zsangonon. Azt mondja, hogy átlagban a legkevesebb gyerek szám 18. 18-tól 24-30 gyerekig. Egy szíriuszi nő 90 év körül válik mennyasszonyá, és a 110 éves korába kezd szülni. A Vénuszon is körülbelül hallgatott. Nagyon sokat. Elmondta az alaptantárgyakat az iskolába. A gyerekeknek és az egyetem. Mert elmondta, hogy milyen egyetemük van. Alaptantárgy, érdemes elgondolkozni, a kozmoökológia, hogy ez milyen lehet. Kozmoökológia. Ezzel kezdik. Az írásjel, szíriuszi képírás, ami 80%-ban azonos a tisztán maradt székely róvás írással. 20%-ban, tehát a jelen. Ez a szíriuszi képírás. Akkor kozmoökológia, kozmobiológia. Papíron mindent leírtam, de megpróbálom memorizálni, kozmobiológia, de mindenél ott van a kozmofilozófia, megkérdeztem, mert én filozófia szakos vagyok, tehát a kozmikus összefüggések tudománya, akkor kozmofizika, tehát fizika a kozmikus összefüggésekbe, kozmokémia, és hát az univerzum törvényei. Tehát egy teljesen más tanrend van, és a gyerekeket ennek a szellemében oktatják. Berendesen iskola van, és van egyetem is. Van technológia, mivel a Nimrod, tehát ez a mérnöki kar. Akkor a művészetek, de ezek a szakrális művészetek, ez megint a mai földi embernek érthetetlen, mert ha most visszamennénk a sumérokhoz, értenék meg, mert amit ma művészetnek neveznek, ezt a mesterem is mondta, az kozmikus értelemben semmi köze a művészethez. Tehát azt mondom, hogy avantgard, jaj! Például Picasso nem művész Saint-Germain szerint, mert diszonanciát hozott, vagy megértsék, hogy miről van szó. Az a művészet, ami a harmonikus vagy szeretet rezgését hozza le a képen vagy a zenén keresztül. Ez a művészet. Na most, amikor én csinálok egy olyan diszonáns zenét, mint Bartók, erre megint tudom, hogy sokan fölháborodtak, Bartók nem volt művész a kozmikus értékrend szerint. Mert nem harmonikus, viszont Liszt igen. Mert méltóságos. Chopin is, tudják, hogy Vivaldi is, mert lehozza a kozmikus rendőr. Picasso nem, mert torz. Ami torz, annak semmi köze, na most én ezt mondom, a mai ugye modern művészetnek megköveznek. De azt mondja, nálatok művész volt színei versefár. Tessék megnézni egy képét a harmóniákban. Munkácsi sem érte el azt a szinte, színei más, mert így mondta, színei versefár, az nálatok művész volt. Tehát az ő kozmikus értékrendszer szerint, és nem ami a divat, és azt mondja, az, aki nálatok költő volt, akkor hallottam, az Vajda János volt. Mert a Vajda János költészete egy gyógyító, mert azt mondta, hogy a költészet egy mantra, ima. Mert a régi magyar nyelv első kormánya költészet volt, ó magyar síralom, Mária síralom. Ez egy ima volt a költészet, úgy lett belőle vers, mert minden egy volt, de náluk most is, tehát náluk is van költészet. És a tiszta szakrális költészet, mint tisztító rezgés, gyógyít. Például Vajda János versei gyógyítanak, mert zöld rezgésük van, ezt egy látó tudja. De csak a Vajda János versei és részben a Berzsenyi versei, a többire. Hiába mondják nagy ilyen-olyan költőnek. És azt elmondta, hogy a zene irodalomban is nagyon elmondta, hogy nagyon kevés
zeneszerző a Földön tudta lehozni a szférák zenét, vagy a kozmikus zenét. Legjobban az ősi regős vagy bardoros csángók. És a tiszta népművészet, amiből már megint kevés maradt nálatok. Így beszélgetni, mert megmondta, hogy hozzányúltatok, és átírta az értelmiségi, mert hát ugye mentek utat is a lépzenéket, ezt nem kell mondanom. És akkor ő elmesélte nekem ezeket a dolgokat. De a reakció a barátnőmnek az volt, mert ő ezelőtt 20 évvel mondta nekem, hogy más bolygón is van élet, többször mondta, ez egy csángó tanárnő, és én kikaszakta. És a reakció az volt a barátnőmnek, egy nagyon nyugodt hölgy, azt mondja, na látod, azt mondja, mondtam neked 20 évvel, hogy élnek máshol is emberek, és azt mondja, hogy kikaszakta. Elő én halál nyugodtan vetettem, hogy most szenzáció vagy mi, halál nyugodtan. Vett, és mondom, igaz arra, ha tényleg kikaszaktam. Izén, a személyi nevében köszönöm szépen neked az előadást, és köszönöm a részvételeteket.